ezt figyeljétek! Kétszer kattintasz és nyitja magától. A két első oldalra és a hátsó pedig fölfelé nyílik. Az láttad? Sziasztok! Nem olyan régen lehetőséget kaptam arra, hogy egy Tesla modellt teszteljek. Választhattam, hogy az S-t vagy az X modellt szeretném kipróbálni. Röviden és tömören összefoglalva, az S modell az egy ilyen ferdehátú, normál autó, és az X modell, amit én választhattam, az pedig egy SUV, egy ilyen nagyobb, robosztusabb, több mint 2 tonnát nyom, és 3 másodperc alatt gyorsul 100-ra, ami a többi Tesla-ra is elmondható, körülbelül 30 millió forint az értéke. Hú, nézzünk akkor meg! Ha a fékre nyomsz, akkor bezárulik az ajtóban. Atya úristen! Hú, ugye, kicsit izgulok, még sosem ültem ilyen drága autóban, reméljük, hogy nem lesz semmi baj. Azó. Nem fáj, mi losz? Vannak links előtte? 3 másodperc alatt gyorsul a modell 100 km-re, úgyhogy nagyon-nagyon lassan. Hú! Azó, das geht sehr leicht. Nagyon-nagyon érintése reagál igazából. Fantasztikus. Kell, nem tudom, nach rechts. Nach rechts? Vorne, dann nach links. Oké, okay, also jetzt vorne und nach rechts? Nach links. Gerade nach links? Genau. Oké. Okay. Hát akkor toljuk neki. Also wirklich, das Gefühl ist überraschend leicht. Super, wunderschön, wirklich. Sie sind auch so mehr am Ende. Wo gehen wir jetzt hin? Dort über den Berg und dann zurück. Okay. Also einfach geradeaus? Einfach geradeaus. Schön. Jetzt drücken Sie mal voll aufs Gas. Okay. Okay. Jó, das reicht. Wir möchten das gerne überleben. Ja, ich wollte ihn zerbrochen. Also, dieses Erlebnis ist wirklich toll. Gefällt mir sehr. Ez egy hátsó kamera. Mit szóltok hozzá? Na, és most megnézzük, hogy mit tud ez az autó. Kéz nélkül automatán repül. Ez a Tesla, gyerekek. Schön. Also das würde ich nie machen. Also, most megnézzük, hogy mit tud a Tesla kanyarokban mutatni. Meg... Ilyen, amikor nulláról 3 másodperc alatt gyorsul 100-ra a gép. Atya úristen! Többet is, mint 100-zal menni 3 másodperc alatt, csak én voltam olyan kicsi betű, hogy többet nem mertem beletenni. Mégis egy 30 milliós autóról beszélünk. Ami számomra nagyon fontos volt, az az, hogy az autó minél biztonságosabb legyen, és az X modellről nem olyan régen olvastam egy biztonsági tesztet, a Tesla egyik tesztjét nyilvánosságra hozták, ami röviden annyit akar, hogy villanyoszlop kontra X modell esetén a Tesla győz. És az ütközés után csak kisebb sérülések voltak tapasztalhatóak az autón, és az engem minden jobban meggyőzött. Úgyhogy lehet, hogy a cipők és a táskák helyett most egy Teslára fogok gyűjteni. Bár ha jól emlékszem, akkor talán jövőre jön ki az a modell, amit már a kis ember is meg tud fizetni. Beültem ide leghátra, hogy megnézzem, hogy milyen innen a kilátás. Sokkal könnyebb egy Teslát vezetni, mint egy normál autót, és abszolút nem lehet összemérni a két élményt. Itt 120-szal hasítasz, és nem is érzed, olyan, mint ha 40-nel mennél. Nagyon szeretem a munkámat, de hogyha a Tesla keresne egy ajánlattal, azonnal mennék. Na, mutatok egy trükköt, ezt figyeljétek! És most jön a lényeg, a kedvenc részem. Ehhez mit szóltok? Atya úristen! Ja, elő van a csomagtartás, majd mindjárt megmutatom. Először nézzük meg a belsejét az X-nek. Imádom ezt az interiőrt. Itt a második sor, és a többi autóval ellentétben van egy harmadik sora is. És ez itt a csomagtartó. Nézzük meg gyorsan. Kicsit fura, hogy az elején kell keresni, nem a hátulján, de a lényegében nem veszel semmit.
Na, mit szóltok hozzá? Úristen, nem hiszem el, hogy ezt megcsinálta. És nem törtem össze, nem sérült senki, és még jól is éreztem maga. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!